Jó estét kívánunk a Szombathelyi Televízió nézőinek. Január 18-a van, a Hóemberek világnapja. Mi nem ünnepelünk szerintem itt Szombathelyen, az osztrákok inkább. Most is sok nyereménnyel érkeztünk. Most azt akartam kérdezni, te építettél már hóembert? Nem. Idén, amikor voltunk? Nem építettem, de az unokahúgaim igen, gyerekeid is biztos építettek. Próbálkoztak. Hát Ausztriában biztosan hatalmas nagy hóembereket tudnak építeni. A mai adásban is érkeztünk sok-sok nyereménnyel. Küldjenek SMS-t hóemberrel, nem, de nyereménnyel, igen, a 0620-507-3181-es telefonszámra, hiszen megnyerhetik Horváth Nikolett Lélekölltő című könyvét. A parti ruha kölcsönző 2000 forintos ajándékutalványjal érkezett, és a Muse World Resort és Thermal Spa felajánlásában egy családi fürdőpark belépő, két felnőtt és két gyermek részére, úgyhogy érdemes nekünk SMS-eket küldeni. Még egyszer elmondom, 0620-507-3181-es telefonszámra várjuk. A mai adásban lesz kutyavilág. Illetve érkezni fogunk külszegi programokkal is. Beszélgetünk a farsangról többek között, valamint a csillagászatról, mert hogy már itt van velünk Kovács József csillagász, és állítólag egyetlen éjszaka alatt három egymástól független jelenséget láthatunk majd az égen. Szuperhold, kékhold, vérhold. Jó estét kívánok, ez igaz? Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is. Egy jelenséget fogunk látni. Ez a teljes holdfogyatkozás lesz, már ha szerencsénk lesz az időjárással. Az összes többi elnézést, hogy ezt a kifejezést kell, hogy használjam, az a maszlak hozzá. Tehát a szuperhold, a vérhold, és mi volt még a kékhold dolog. Ez egy pár évvel ezelőtt felkapott dolog, kifejezések. A szuperhold egész egyszerűen azt takarja, hogy a hold miközben kering a pályán a Föld körül, hol közelebb van a Földhöz, hol távolabb van. Nem kör alakú pályán kering, hanem egy picit elnyúlt ellipszis alakú pályán kering a bolygón körül, és most éppen az a helyzet fog előállni, hogy egy picikét közelebb lesz a Földhöz, és emiatt egy picikét nagyobbnak fog látszani, mint amilyen általában. De nem hiszem, hogy a kedves nézők között, aki nem gyakorlat észlelő, megfigyelő, ezt a különbséget észrevenni. Tehát a szuper ezt takarja. Érdekes módon az ellentétét, amikor pedig legmesszebb van a Földtől, azt nem szokták kihangsúlyozni, tehát nem is tudom, hogy lehetne anti-szuper, vagy mi lenne az ellentéte ennek, azt soha nem hallottuk még. Ez egy pár évvel ezelőtt egyébként egy asztrológus találta ki ezt a dolgot, és kezdte el terjeszteni, és hát ugye az internetnek köszönhetően ez elég gyorsan szerte szaladt a világban, és az utóbbi időben legnagyobb bánatunkra, szakmai körökben ezt elkezdték használni, és felkapták. A másik, mi volt? A vérhold volt. Vérhold. Bocsánat, van a kékhold, az gyorsan beintézhetjük, annak valójában semmi köze nincsen itt semmihez, az egyszerűen azt akarja, hogy előfordulhat az, hogy egy hónapban kétszer van teli hold. Ugye a hold, ahogy kering a Föld körül, a keringési idő az egy picivel kevesebb, mint a naptári hónap általában, és hogyha úgy jön neki a geometriai viszonyok, keringési viszonyok, akkor előfordulhat, mondjuk a hónap elején is van egy teli hold, meg a hónap végén is van egy teli hold. Ezt szokták ennek a kék holdnak nevezni. És akkor van a vörös, ugye, ami kapcsolódik magához a jelenséghez, amiről valójában szó van. Tehát a jelenség, ami lesz, az a teljes holdfogyatkozás. És ugye a vérhold az pedig a holdnak a színére utal, amit felvesz a holdfogyatkozás alatt, ez ilyen mély vörös, esetleg annyira vörös is lehet, hogy el is tűnik a szemünk előtt, vagy nagyon nehezen lehet csak megpillantani. Aki a legutóbbit látta tavaly július végén, ott tényleg olyanok voltak, amikor kiderült az ég, és lehetett végre látni a jelenséget, hogy először nem lehetett látni, mert nem találtuk, hogy hol van a hold. Annyira sötét lett, annyira nagy árnyék vetült rá, hogy először, nézd neked, ott kéne neki lenni, de nem találjuk, de azt ott van, megvan. Hogyha nem ennyire sötét, vagy nem tűnik ennyire el, akkor jobban kiütközik ez a vörös szín. Ez valójában arról van szó, hogy a napfénye, ami a földi légkörön áthatol és a holdra jut, az vörös lesz. A földi légkör a kék összetevőket jobban kiszórja a napnak az összetett színű fényéből, ezért látjuk kéknek az égboldot, és a vörös, ami marad, ami tovább megy, az ráesik a holdra, és onnan visszaverődik, és valójában ezért látjuk vörösnek a holdat. És ugye erre utal ez a vérhold kifejezés, megint mondom, mi kevéssé szeretjük szakkörökben ezt a kifejezést, de ez pusztán erre az optikai jelenségre utal. És tehát akkor teljes holdfogyatkozás lesz hétfőn, igen. Ezt mondhatjuk akkor, ez szakmailag viradóan. Hétfőre viradóan, igen. És az igaz, hogy csak 3 év múlva lesz látható legközelebb ilyen jelenség?
Ugye most meg kell különböztetünk azt, hogy milyen holdfogyatkozást akarunk látni, illetve hogy honnan lehet az látni. Ugye talán a kedves nézők, elég sokszor volt erről már szó, azt tisztában lehetnek, hogy a holdfogyatkozás, napfogyatkozás, ezek geometriai okok miatt következnek be. Ugye égitestek eltakarják a másik égitestet, a harmadik égitest elől. A holdfogyatkozás az mindenhonnan, ahol a hold a látóhatár fölött van, a Földnek az éjszakai oldaláról az látszik. Napfogyatkozás ugye az ritkábban látható egy adott helyről, ez egy nagyon vékony sávból látszik csak a Földről, és hogyha az éppen ráesik arra a területre, ahol élünk, akkor láthatjuk, ha nem, akkor nem. Ezek a fogyatkozások tehát évente átlagban egyszer-kétszer mindig bekövetkeznek valahol. Egy adott helyről napfogyatkozás elég ritkán, pláne teljes napfogyatkozás, ugye 1999-ben volt ott a helyre, Magyarországról látható volt. Holdfogyatkozás ez gyakrabban, általában évente kétszer egy adott helyről látható. Na most itt az a helyzet állt elő, hogy ugye most ez egy teljes holdfogyatkozás lesz, és a legközelebbi, ami Magyarországról teljes holdfogyatkozást láthat, az 2022-ben fog bekövetkezni. Lesznek addig részleges, meg úgynevezett félárnyékos holdfogyatkozások, de teljes holdfogyatkozás az valóban néhány év múlva lesz csak Magyarországról látható. Ezért, aki teheti, javaslom, hogy a hétfő hajnali holdfogyatkozást azt próbálja meg megnézni. Hát nem egy megfigyelőbarát, nem egy látogatóbarát, nem egy családbarát időpontban van, ugye? Valamikor 2:30 fog kezdődni az egész jelenség, és a reggeli órákban 8 óra előtt fog a véget érni. Az a rész, azt már nem is lehet látni Magyarországon, mert lenyugszik a hold. Az a része, ami valójában érdekes, amikor a hold a Földnek a teljes árnyékába merül, és remélhetőleg ilyen nagyon szép mélyvörös szint fog fölvenni, vagy ilyen fényt fog visszaverni, az valamikor a hajnali 5 óra körüli, vannak egy környezetében. Ezek a jelenségnek különböző fázisai vannak, amikor a hold belemerül a Földnek az árnyékába, először csak az úgynevezett félárnyékba, akkor már kezd sötétülni, de ez még viszonylag nehezen vehető észre. Utána belemerül abba a teljes árnyékba, akkor lesz ilyen mélyvörös, majd ugye a másik oldalon ugye ezt megcsinálja inverzben kifele. Ezek kb. Egy-egy óráig tartanak mindegyik része. Az, amikor a teljes árnyékba fog belemerülni, az is körülbelül egy óráig fog tartani ez a része. Itt nekem föl is van írva, most hirtelen nem látom a pontos időpontot, de meg lehet nézni az interneten különböző forrásokból. Ez van valamikor olyan 5 óra körül. Tehát aki korán kell, korán indul munkába, és éppen szerencséje van, vagy szerencsénk lesz, és nem lesz borult az égbolt, akkor vessen egy pillantást az égboltra, délnyugati irányba kell a holdat keresni, és keresni ezt a vörös kis korongot az égbolton. Tehát akkor ezt szabad szemmel is lehet. Leginkább szabad szemmel lehet ezt jól megfigyelni, illetve adott esetben nagyon kicsi távcsővel, tehát ez nem kell nagy távcső, pláne amelyik ugye nem is mutatja a holdnak a felszínét egyszerre, vagy nem tudja mutatni, mert olyan nagy a nagyítása, olyan nagy a felbontása, azzal nem is olyan jó a jelenséget. Tehát én arra biztatok mindenkit, szabad szemmel nyugodtan nézze meg, akkor lesz a legjobb élményben része. Laikusként ez egy érdekes dolog, az ember fel kell megnézi. Szakemberként miben az izgalmas, vagy miért vagy van-e egyáltalán benne izgalmas? Különösképpen ebben nincsen már. Tehát hogy ez egy periódikusan ismétlődő jelenség, nagyon sokszor bekövetkezett már, meg még nagyon sokszor be is fog következni. Vannak a Holdon persze izgalmas dolgok, ami majd itt Szombathelyen is előbb-utóbb élessé válik. Egy távcsövet fogunk beszerezni a közeljövőben, illetve megvan már az időpont, áprilisban, májusban fogják itt telepíteni a berendezést, aminek az lesz a fő feladata, hogy a holdat figyelje, azt a részét, amelyik éppen sötét. Nem a hold túloldalát, ugye, amit nem láthatunk sohasem a Földről, hanem amikor elkezd nőni a hold, ugye dagadni, egy kis D betű, akkor ott még van egy olyan rész, ami éppen nincs megvilágítva, de adott esetben lehet ilyen hamuszürke fényben lehet azt is látni. Na ez a távcső azt fogja csinálni, hogy azon a részen meteorbecsapódásoknak a nyomát fogja keresni. Ugye a Földet is bombázzák ilyen égitestek a világűrből, meg a Holdat is, csak a Holdon nincsen légkör, ami ezeket lefékezné, esetleg elégetni, mielőtt elérik a felszínt, és ezért azt várjuk, hogy oda sokkal több becsapódás, illetve sokkal több megfigyelhető becsapódás van, mint amit a Földön tudunk érzékelni, és erre a távcsőre egy nagyon gyors kamera lesz felszerelve, ami másodpercenként 100 képkockát fog rögzíteni, és ezek a jelenségek olyan gyorsak, ezek a meteor becsapódások, hogy néhány század másodpercig tart
tartanak. Tehát egy ilyen másodpercenként 100 képkockát rögzítve, pár képkockán fog a becsapódás megjelenni. Igen. Ezeket kell megtalálnunk. Ez lesz a nagy kihívás ennek a távcsőnek, és hát a kutatóknak is, akik ezzel fognak foglalkozni. Ez egy érdekes dolog a Holddal kapcsolatban, azt hiszem. Az, hogy most éppen egy teljes holdfogyatkozás következik, ez szakmai szempontban nem annyira, ez inkább az esztétikai szempontok szerint és a nagy közönség számára lehet érdekes jelenség. 2019-ben lesz valami látványos égitest, vagy valami, amit érdemes lesz figyelnünk? Üstökösök azok elég gyakran jönnek. Most is volt az utóbbi hetekben ez a Virtanen nevezetű üstökös, sajnos nem volt túl fényes, tehát inkább távcsöves objektum volt, mint szabadszemes objektum. Ezeket nem lehet előre megmondani, hogy lesz-e ilyen, vagy sem. Ugye vannak jelenségek, amiket lehet előrejelzni, a teljes holdfogyatkozás az ilyen. Ezt ki lehet számolni, mikor következik be, de egy ilyen hirtelen feltűnő dolgot azt nem lehet megmondani. Az üstökösök azok eléggé ilyen öntörvényűen viselkedő égitestek, tehát még akkor is, amikor már felfedezték, elég nehéz megmondani, hogy fog viselkedni, amikor a nap közelébe ér, mennyire lesz fényes, mennyire lesz halvány. Volt már olyan, hogy a szakma azt mondta, hogy most fog jönni egy olyan fényes üstökös, amit még soha nem láttunk. Aztán, amikor ideértek, akkor kiderült, hogy hát nem úgy viselkedett az üstökös, hogy mást gondolt, és nem lett olyan szép, mint amilyenre eredetileg gondoltunk, és a fordítottja is előfordulhat természetesen, hogy egyszer csak berobban idézőjelben az üstökös, és olyan fényes lesz, hogy csak na, ezt előre nem tudjuk megmondani. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és egy kicsit rendbe tettük itt a csillagászati dolgokat, legalábbis a Holddal kapcsolatban. Kedves nézőnk, akkor érdemes néznünk hétfőn hajnalban az eget, és talán láthatjuk a teljes holdfogyatkozást. Érdemes korán felkelni, vagy nem lefeküdni. Ja, igen. Igen. Nagyon jó, most kérdezek egy találós kérdést. Melyik az a vasi város, ahol a legrégebb óta csinálják a pálinkát? Na jó, én utána néztem, Kőszeg, tehát én puskáztam, tudom, Kőszeg. És melyik az a város, ahol a legsűrűbben vannak báli programok? Hát gondolom Kőszeg. Hát igen, hát akkor most nézzük meg, hogy Kőszegen milyen programok is várhatóak. Így mulattak a fúvos farsang résztvevői 2006-ban. Kőszegváros fúvos zenekara több mint 20 éve tart jelmezes bált, amelynek népszerűségét mutatja, hogy az idei retro partira is jól fogynak a jegyek. A bálozók legfontosabb követelménye, hogy maskarában érkezzenek. Továbbra is a rendezvény helyszíne a Balogiskola sportcsarnoka, továbbra is kiváló jelmezeket várunk, mert hogy jelmezverseny is van ilyenkor nálunk. Nagyszerű felajánlások vannak tombolában, tehát rendesen lehet nyerni nálunk megfizethető tombola árakon, és hát mind a bevétel, mind a tombola árusítás bevétele, mind a vendéglátás bevétele a fúvó zenekar büdzséjét gazdagítja. A zenekar Orosházától Tirolig számos helyen fellép idén, többek között erre fordítják majd a báli bevételt. A város azonban nem csak a fúvós farsangra várja a szórakozni vágyókat. Kőszeg báli hagyományai Balatonfüredhez foghatóak. 160 éves a Concordia bál, és bizony ez a város bálja volt egykoron, ma már 12 bál, minden hétvégére jutó bál várja nem csak a kőszegieket, hanem nagyon sokan Vas megyéből, és mondhatom, hogy országból is érkeznek, hogy itt töltsék el a farsangi időszakot. Emellett a hétvégékre a bálok elé jutnak kirándulások is, túrák. Az 57 hétre minden hétvégére jut egy-egy szervezett túra. A évkezdő tekergő 367 résztvevőjével indult a múlt héten. A város és a környék szépségeit ismerhetik meg a kirándulók a túrák alkalmával, és a Jurisics várban február 2-áig megtekinthető kiállításon. Soproni Somlai Attila Szombathelyen született, majd Kőszegen nevelkedett, alkotásaival kitárja a kisváros építészeti értékeinek kapuit. A téli programokat ismertető sajtótájékoztatón a Bechtold István természetvédelmi látogatóközpontban hamarosan megnyíló év természetfotósa kiállításra is felhívták a figyelmet. A Jurisics vár az év minden napján várja a látogatókat. Tavaly óta részletes audioguide, azaz hangos idegenvezető segíti megismerni a történelmet. Mostantól pedig ez az önkormányzati támogatással megvásárolt berendezés mutatja meg a város féltve őrzött kincsét bedigitalizált formában. A szőlőjövésnek könyve
a Magyar Szellemi Kulturális Örökség jegyzékén szerepel, UNESCO védettséget élvez, tulajdonképpen ez az elsődleges olyan nagyon fontos kincse a városnak, amely a hagyományápolás, a szőlészeti és borászati hagyományápolásról nagyon sokat elárul nekünk. 1740 és 1990 közötti könyvről beszélünk most, ami digitalizálva lett, és itt megtalálható ebben. A török időkből származó régészeti lelet alapján készítették el a kőszegi pálinka főző edény pontos mását, amelyet tavaly láthatott a közönség először. Ez az akvavité, ez inkább melléktermék volt a fő cél mellett, ami inkább az illóolajok előállítása lehetett. Nem is véletlen, hogy az idei évben a Kőszegi Városi Múzeum partnersége révén például délután az Arany Egyszer Botika Múzeumban lesz egy ingyenes tárlatvezetés, hiszen ez a fajta desztillálás, lepárlás azért alapvetően akkoriban a gyógyszerészek, füves emberek előjoga volt. Február 2-án rendezik meg a várban harmadik alkalommal a páratlan párlatnapot, amelyen délelőtt több pálinkás előadást hallgathatnak meg az érdeklődők, a program délután kulturális és kulináris programokkal folytatódik. Délidőben helyi, környékbeli bográcsételeket lehet kóstolni, aztán lesznek különböző pálinkaféleségek, amiket szintén meg lehet kóstolni, az adott esetben bevásárolni hosszabb távra, de azért a kőszegi borokat sem akartuk elfelejteni, illetve természetesen a kőszeg és kőszegi környéki kézművesek megszokott termékeit is felfedezhetik az ide látogatók. A város nagy hangsúlyt fektet a turizmus élénkítésére, aminek már érezhető a hatása. Az önkormányzatnak ugye nyertes turisztikai pályázatai vannak, illetve megvalósuló pályázatai, a Kraft program keretében megújul a belváros, és azt látjuk, hogy a magánszféra is aktiválódott, hiszen a Kisfaludi panziófejlesztési programban 6 vállalkozás nyert támogatást, és az év során nagy számú, hát a hihetünk a számon, akkor 100-at meghaladó számú új szálláshely, tehát ágy létesült Kőszegen. Ezek alapján azt gondoljuk, hogy egy dinamikát indító évet zárunk, és dinamikusnak ígérkező év felé fordulunk. A 2018-as évet értékelő és a 2019-hez kedvet csináló sajtótájékoztatón elhangzott, a város ebben az évszakban is csatlakozik az országos turisztikai kampányhoz, amelynek szlogenje itt így szól: Hello tél, Kőszeg a hidegben is átmelegít. 0620 507 3181, ez az SMS számunk, és Horváth Niki Lélekköltő című könyvét, a Parti Ruha kölcsönző 2000 forintos utalványát, valamint a Muse World Resort Termár Park felajánlásában egy családi fürdőpark belépőt 2 felnőtt és 2 gyerek részére, tehát ezeket a nyereményeket fogjuk kisorsolni azok között, akik írnak nekünk üzenetet. És hát nagyon sokan írtak már nekünk SMS-eket, például itt is írják, hogy tekintsünk többször az égboltra, egyébként ezt én is ajánlom, mert nem sűrűn szoktam, de most már meg fogom tenni. Nagyon imádják Kőszeget, akkor kár, hogy itt nem tudunk hóembert építeni, imádjuk a havat, hát ezt mi is nagyon sajnáljuk. És érkezett egy olyan SMS is, amit mindenképpen bemondunk, hiszen megkértek rá. Léci, mondjátok meg anyunak, Pancsinak, hogy holnap süssön Fincsi kakaós csigát. Hát mi megmondtuk. Reméljük elkészül a kakaós csiga, és ha már ételekről beszéltünk, akkor akár egészséges kakaós csigáról is beszélhetünk, de nem csak erről fogunk, mert ugye a vendégünk Szákovics Varga Ildikó irodavezető, a Szombathely és Járása egészségfejlesztő irodától. Jó estét kívánok, szia! Jó estét, szia! Mert hogy olyan programokon vehetnek részt a szombathelyiek és a szombathely környékiek, hogy többek között még egészségesen is meg lehet tanulni főzni, ugye? Így van, igen. És még mind? Szombathely és Járása egészségfejlesztési iroda térítésmentesen kínál a lakosságnak, Szombathely és Járása lakosságnak egészségmegőrző programokat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy kurzusokat indítunk testmozgás tekintetében, tehát például tartásjavító gyerekgyógytornát, gerincjógát, jógát, preventív talajtornát, kismamatornát, tehát rengetegféle kínálatunk van, és ezeket térítésmentesen vehetik igénybe. Viszont van bejelentkezés, tehát regisztrációhoz kötött a program, és így egy-egy kurzusra tudnak bejelentkezni. Nem az a célja az irodának, hogy a projektidő alatt, ez egy 2 éves projekt, illetve 3 évig a városvállalat ugyanilyen szinten a fenntartását, tehát az 5 év alatt nem az a célunk, hogy ugyanazt a 15 embert mozgassuk,
ezért vannak kurzusok, 6-8 alkalmas kurzusok, amire be lehet jelentkezni, és így megpróbálhatnak nagyon sokféle fajta egészségmegőrző dolgot. Ilyen például a dietetikai vonal is, ami körülbelül 3 heti rendszerességgel van főzőklub nálunk, egy workshop keretében, aminek van egy elméleti része, egy körülbelül egy 20 perc, fél órás, és egy bő 1 órás főzés az irodának a látványkonyhájában, úgyhogy akár még egészséges édességek lesz a következő téma amúgy februárban, úgyhogy pont betaláltak a kakaós csiga. Hogyan lehet erre jelentkezni? Hogy képzeljük el? Mennyivel időben kell ezt megtudni, és honnan lehet egyáltalán értesülni? Van egy honlapunk, az efi.szombathely.hu, illetve Facebook oldal egészségfejlesztési iroda Szombathely és járása, ilyen néven lehet megtalálni minket. Valamint szerződve vagyunk internetes újságokkal, ahol hirdetés formájában felmennek. A helyi újságok is szoktak rövid hírekben erről hírt adni, és amikor felkerül egy kurzusnak a hirdetése, tehát a kiírása, akkor lehet megkezdeni a regisztrációt, telefonon, e-mailben vagy a weblapon is lehet regisztrálni, és ahogy betelik a kurzusoknak a létszáma, akkor leállítjuk a regisztrációt, és várólistára felszoktuk tenni, hogy a következő kurzus indulásra, akik nem jutottak be. Nagyon népszerűek a programok, hál' Istennek, tehát a jóga kifejezetten, tehát az abból nagyon sokat, reméljük folyamatosan megy egész évben, tehát nagyon sokat tudunk indítani. 8 héten keresztül heti egyszer lehet térítésmentesen jönni például arra, de a gerinc jóga is, a várandós torna is, a tartásjavító gyerekgyógytorna, tehát tulajdonképpen mindegyik. Nem csak Szombathelyen indítunk ilyen programokat, hanem a járási településeken is. Most például február elején Náraiba, Toronyba, későbbiekben Sébe, tehát így a környéken indulnak ugyanígy preventív tornák, amire térítésmentesen mehet a lakosság. Azért ez a főzős dolog nekem megütött a fülemet. Tehát ez ugyanúgy működik, tehát bárki, aki mondjuk szeretne akár megtanulni, tehát nem biztos, hogy már szakácskodott, igen, hanem most kezdene bele. Gyűlöletkedvet kapott. De tényleg. Igen. Akkor jelentkezik, ingyen is térítésmentesen elmegy. Igen. És akkor tulajdonképpen igen, megtanul. Nem kell hozni semmit, csak magát. Ha, és hogy néz ki egy, jó, az elméletet gondolom, tehát leülünk, meghallgatjuk, nagyon jó. És hogy néz ki ez gyakorlatban? Hogy néz ki, amikor már valamit tenni is kell? Képes összefoglalóját meg tudják nézni így az elérhetőségeinken, így mondom a nézőknek. Úgy néz ki, illetve élő közvetítés is van általában a Facebookon az előadás részéről. Most például szerdán volt a héten szerdán, és a szív- és érrendszer védelmére szolgáló ételek volt a téma, és készítettek pirosbogyós gyümölcs turmixot, lazacos, avokádós szendvicset, zapkorpás, túrógombócot, tehát így nagyon sokféle repertoárt összeállít a dietetikusunk. Nagyon kedvelt ez a kurzus is természetesen. Korlátozott a létszám, egy ilyen foglalkozásra 12 főt tudunk fogadni ekkor a konyha befogadó képessége, és február 6-án lesz a következő, akkor az egészséges édességek lesz a téma. És én több programra el szeretnék menni, van arra is lehetőségem, hogy egyszerre több mindent kipróbáljak? Igen, tulajdonképpen ugye mondjuk egy jogára, hogyha valaki bejelentkezik, egy 8 alkalmat végigjár, akkor egy más fajtát ki tud próbálni, de az a célunk, hogy egyfélét többen is ki tudjanak próbálni. Az egészségfejlesztési irodáknak az a célja, hogy az embereket megtanítsuk, hogy tegyenek a saját egészségük érdekében, és keressék a lehetőségeket. Ez egy útmutatás, ez egy irány, tulajdonképpen lehetőség, térítésmentesen nagyon sok mindent ki tudnak próbálni. Nem csak ezzel foglalkozunk, nyilván vannak rendezvények, egészségnapok, diákokhoz megyünk ki, tehát nagyon sok rétű az egészségfejlesztés területe, és ugye nem elhanyagolható módon a lelki egészség vonal, ami... Pont ezt akartam. Láttam. Szóval, ami még nagyon fontos területe az irodának. Kiknek ajánlod ezt a lelki egészségfejlesztést? A lelki egészség vonal az úgy működik, hogy van egy mentálhigiénés és pszichológus kollégánk, akik egyéni tanácsadással is foglalkoznak, hétfőtől csütörtökig, ide is térítésmentesen be lehet jelentkezni. Szabályszerűen 6-szor tud egy valaki 6 egymást követő időpontra nyilván eljönni.
tulajdonképpen életvezetési tanácsokkal, szorongásos, stresszkezelési technikák megtanításával, párkapcsolati problémával, bármilyen önértékelési problémával, megrekedésekkel, élethelyzet megrekedésekkel fordulnak hozzánk az emberek. Itt is általában az a jellemző, hogy telefonon bejelentkeznek időpontra a kollégákhoz, és akkor egy elkülönített tanácsadó helyiség van, nem kell az irodán végigjönni, tehát nem is látjuk, hogy kik jönnek, ez egy elég bizalmi dolog. És csoportos kurzusok is indulnak a lelki egészség témájában, önismereti tréning, ez például jövő héten indul, már harmadszor, stresszkezelő tréning, munkahelyekre is járunk ki, munkahelyi egészségfejlesztés, ugyanígy a kollégák kijárnak, tehát volt munkahely, ahol váll- és gerinctornát kaptak a dolgozók, gyógytornász ment ki munkaidőbe, és 45 percig tornáztatta az irodában ülőket, illetve stresszkezelő... Ide is nyugodtan lehet jönni, csak így... Igen. Illetve stresszkezelő tréninget tart a pszichológus kollega ugyanígy munkahelyi csoportnak, tehát ilyen felkéréseket is elfogadunk. Egyébként korhatár van? Tehát, hogy akár az eddigi bejelentkezésekből, vagy van ilyen, hogy ki mehet már, és meddig? Hát igazából a célközönség, vagyis a pályázat azt írta el, hogy az aktív korú lakosság a fő célcsoportunk, tehát a dolgozók. Ugye ők fordítanak erre talán legkisebb időt, vagyis hát van legkisebb idejük, mert ugye dolgozunk, jövünk, megyünk, és erre kevés idő van. És bizonyos területeken ennél följebb is megyünk. Tehát a gerincjoga, általában oda a nyugdíjasok jönnek, délelőtti időpontban is van a foglalkozás. Aztán van ugye a gyermektornánk, illetve hát az iskolai egészségfejlesztés, ami pedig ugye a diákokat érinti rendezvények. Nem csak ugye az egészségfejlesztés, a város az irodának, vagyis az önkormányzati irodát bízta meg az óvodától érettségig egészségfejlesztő programsorozatnak a koordinálásával, ami része egy középiskolai vetélkedő, tehát ugye ezeknek sokféle területen tevékenykedünk ilyen szinten is. Hát ez nagyon szuper, akkor egy egész éven keresztül biztosan ki tudják kérdezni. Hát igen, még tovább, is, igen, akkor... még fél éve működünk, úgyhogy még elég hosszasan, mert 2 év a projektidő és 3 év a fenntartás, tehát még van az 5 évből. Annyit talán mondjunk el még egyszer az elérhetőségeket, hogyha valaki nem írta fel, vagy nem jegyezte meg. Jó, Szombathelyes járás egészségfejlesztési iroda, a Nádasdy Ferenc utca 4-ben van az iroda, és ott található a legtöbb foglalkozás. Van egy vezetékes telefonszámunk a 943198820-as, efi.szombathely.hu a weboldal, és egészségfejlesztési iroda, Szombathelyes járás a Facebook, és akkor a többi minden információ megtalálható. Nagyon köszönjük szépen, köszönjük. Reméljük, hogy minél többen igénybe veszik. Igen, hát ezt a főzést meg pláne. Reméljük, Gyuri, igen. De tényleg, ezek... A feleséged is örülne neki. Ja, hogyha én megtanulnék. Ja, értem, azt hittem, hogy őt küldjük el. Őt is elküldhetjük. Szerintem nem szorul rá. Most viszont Kutya Világ rovatunkkal folytatjuk tovább. Nagy a forgalom a szombathelyi állatkórházban. Egyre gyakoribbak fajtiszta kedvenceinknél a veleszületett betegségek. Enikő kutyája már túl van a műtéten. Időben felismerte, hogy probléma van kedvencével. Problémát onnan vettük észre, hogy a kutya fokozottan lihegett, tehát hogy abszolút számunkra nem normális módon produkálta a lihegést, és akkor fordultunk orvoshoz, és onnan küldtek tovább minket. Ez egy ritkább fajta, ő egy írfarkas kutya, ez a legnagyobb marma magasságú kutya, tehát a legnagyobb magasságú fajta a világon, és ennél a kutyusnál valószínűleg veleszületetten, egy fiatal kutyus volt, és veleszületetten egy rekessérv alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a rekesze, ami a mellüreget és a hasüreget elválasztja, ezen volt egy kb. 15 centis veleszületett folytonossági hiány, és a hasi szervek, így a belek, a májnak egy lebenye, az epohólyagja, az a szíve mellett elő volt a mellüregbe, és valószínűleg emiatt nem is fejlődött úgy ez a kutyus. Nagyon gyakoriak a veleszületett problémák a kutyáknál, de a macskáknál is előfordulnak. Elsősorban értelemszerűen a fajta tiszta állatok fenyegetettek ebben. Nagyon gyakoriak a rokontenyésztések, és rejtett hibák is így előkerülnek, felszínre jönnek.
Most sokat változott ebben az irányba a világ. Több tenyészszervezet is már szűrővizsgálatokat ír elő. Hosszabb ideje jellemző az, hogy a nagytestű kutyáknak a mozgásszervi problémáira, elsősorban a csípőizületi diszpláziára kötelező a röntgenszűrés. Most már kötelező ugyanez a könyökre és a várra is. Ez tenyészszervezetenként eltérő, hogy ki mit ír elő. Mindenki tájékozódjon, hogy az ő tenyészszervezete, ahova tartozik, náluk mik az előírások. Ami újdonság, és az utóbbi 15 évben nagy változás volt, ugye 2004 óta ismerik már a kutyáknak a géntérképét, és most már egyre több fajtánál, egyre több betegségnél lehetőség van genetikai vizsgálatra, így a rejtett hibák is kiszűrhetőek. Ez nagyon jó dolog, és egyre több tenyészszervezet, egyre több ilyen vizsgálatot ír elő. Hogyha fajtatiszta állatban gondolkozunk, akkor hogyha törzskönyves állatot veszünk, ez egyfajta garanciát jelent, hogy annál a fajtánál ezek a szükséges vizsgálatok a szülőknél megtörténtek, és így rejtett hibák nem fordulhatnak elő. Tehát hogyha a ilyen kutya vásárlására adjuk a fejünket, én mindenképpen javaslom, hogy inkább azt válasszuk, ugyan általában ezek az állatok egy picit drágábbak, de akkor egy megbízható háttérrel kerülnek, és nem fog később rejtett hiba kiderülni. Hát alapvetően ebbe az irányba sokkal jobbak a keverékek, egészségesebbek, sokkal kevesebb a rejtett hiba, így mondjuk egy ilyen foxi típusú keverék az átlagosan is simán egy 14-15 évet elér, és nincsenek nála rejtett hibák, de például a foxi fajtában is tudom mondani, hogy mondjuk a szemlencsének a ficama az egy genetikai probléma, amivel az a fajta terhelt. Az egyik pesti híres csontsebész kollégánk, aki rengeteg csípőprotézist műt, meg csípőműtéteket, ő azt mondta, hogy azt a pénzt, azt valahol ki kell fizetni, vagy egy olyan állatot vásárolunk, ami drágább, és megfelelően szűrtek a szülei, és ő, és nem lesznek ilyen problémái, vagy pedig problémái lesznek, és adott esetben a gyógykezelése az nagyon sokba kerül. Es telefonszámra továbbra is várjuk az SMS-eket, hiszen már nem sok ideig van játszani velük. Farsangolással megyünk tovább. Horváth Sándor néprajz kutató a vendégünk. Jó estét kívánok, szervus Sándor. Szép estét. Mert hogy karácsony elmúlt, jön a farsang. Már itt is van a farsang. Áll a bál, keringőzik a kanál. Nem énekelünk. De itt a farsang. Mit lehet a farsangról tudni? Mikor kezdődött ez az időszak és úgy összességében? Klasszikusan azt mondjuk, hogy a farsangi időszak, vagyis a karácsonyi időszak, az ünnepkör, az mondjuk vízkereszttel zárul. Igaz, az egyház egy héttel későbbre tolja egyébként, Krisztus, Jézus megkeresztelkedésével, ugye, avval zárja. De hát ezt szokták így tekinteni forduló napnak, tulajdonképpen ettől kezdve szabad a bál, valóban tánc, bál, mulatság, és hát mindaddig, amíg be nem következik hamvazó szerda. A klasszikus farsang az a utolsó három nap, tehát a hamvazó szerdát megelőző három nap, az a farsang vasárnap, farsang hétfő, farsang kedd, és annak idején, pár évtizeddel korábban még azért így igyekeztek tartani, hogy ezt az időszakot tartották meg a báloknak, és nem báloztak össze-vissza. Mert hogy farsang idejében lakodalmaztak össze-vissza. Pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor mit csináltak? Mert ezért gondoltam, nem tett olyan unalmasan azért ez az időszak. Bizony. Na most ugye az egyházi előírásnak megfelelően... Igen, nem lehet. Böjtben nincs se muzsika, se elszemiszom, se bál, se tánc, tehát nincs lakodalom sem.
Meg is voltak ezek így írva a lakodalomtartás időpontjait, az egykori naptárak még a 19. században, a végéig, meg még a 20. században is így írták meg, hogy mikor nem szabad tartani, és mikor szabad tartani lakodalmakat. Advent az egy kis bőjt, az ugyanúgy tilos időszak. Miután a téli időszak az a pihenősebb, tehát nem annyira hajtós időszak a földműves munkával foglalkozó falusiaknak, ezért elsősorban a falusi földműves gazdálkodással foglalkozó ugye, emberek, azok ebben a téli időszakban tartották a lakodalmakat, de maradt az a farsangi időszak. Erre jön az, hogy ahol viszont, és ez az egyik jellegzetes farsangi hagyomány, ahol viszont nem volt farsangkor lakodalom, ott kvázi a fiatalok hát megszégyenítésére, megdorgálására csináltak egy ilyen fals, egy nem igaz lakodalmat, ugye, mulatságból a saját maguk mulattatására, hogy legalább az egész falu népe egyszer együttesen részt vegyen. Ha már nincs igazi esküvő. Egy nem igazi esküvőn vegyenek részt, úgymond. No hát ezeket különféle helyeken, különféle módon tartják. Nálunk ezt klasszikusan úgy hívják, hogy rönkhúzás. Ezt a típusú farsangi hagyományt. Ez azért érdekes, hoztam egy kis puskát is magammal, mert hogy a rönkhúzás, a Rábavidék és szlovének rönkhúzása, tehát a Szentgotthárd környék és szlovéniaink rönkhúzása 2015-ben fölkerült az UNESCO szellemi kulturális örökség jegyzékébe, az országos jegyzékbe. Tehát, hogy ugyanolyan szellemi kultúrás örökség, kiemelt örökség elem Magyarországon, mint ahogy 2008-ban kezdődött ez a magyarországi sor. Az első szintén egy farsangi hagyomány volt, azt úgy hívják, hogy mohácsi busójárás. Mohácsi busójárás. Nincs vége ebben még a farsangi hagyományoknak, ebben a kultúrás örökség, szellemi kultúrás örökség jegyzékben, és akkor megnézem a pontos időpontját. 11-ben volt a tikverőzés Moháról, ami bekerült ebbe a listába, ez ugye Fejér megyében van, és 16-ban pedig, egy évvel később, mint a mi rönkhúzásunk, akkor pedig a Heves megyei novai remélés került bele. A remélés is, meg a tikverőzés is nagyjából ilyen maskorákba öltözött, termékenység, varázsló, mindenféle praktikákat, eljárásokat végrehajtó farsangolás. Tehát nem egy ilyen állakodalom valósul meg, de erre is vannak példák. Tehát ha végigvesszük, hogy mi minden van a farsangkor ilyen hagyományként, az mindig valamiféle álorca, tehát hogy valami nem életazonos állapotban vannak ott az emberek. Sőt, alapvetően arról szól a dolog, hogy itt a remek helyet cserélnek általában véve. Tehát az állakodalmon, tehát a farsangi rönkhúzásnál klasszikusan vagy az van, hogy a nő öltözik be vőlegénynek, és a férfi öltözik be menyasszonynak, vagy mind a kettő fiú. Tehát, hogy a lány is fiú, meg a menyasszonynak fiú öltözik be ugyanúgy, mint vőlegénynek. Ennek egyéb példái is vannak Vas megyéből, Salfán és Köveskuton, amit ma Salköveskutnak hívunk, ugye ott úgy hívták, hogy lóstolás. Ott a férfiak mindenféle női szereszközöket, munkaeszközöket, szerszámokat vettek kézbe, tehát fakanalat, pemetet és egyebet, ugye, és ezekkel mentek, mint egy fenyegetőleg és adományt gyűjtve egyébként házról házra a faluban. Tehát itt is a férfiak női ugye, munkaeszközökkel járnak. És ugyanígy a Sárfimizdó telekes környéki településeinken szintén volt egy ilyen fajta hagyomány, ahol pedig hát beöltöztek maskarába, és ott valóban az volt, hogy nem volt lakodalmas menet, hanem a férfiak női ruhába öltöztek, a nők pedig férfi ruhába öltöztek. Ennek van nagyon hosszú példatára, hogyha az ember jobban megkutórja, a 16. században Kismarton környéki plébánost hurcoltak meg amiatt, mert hogy ő meg a házvezetőnője is beöltöztek így fordított ruhába annak idején. Az egyház viszonyulása persze azért nem ilyen volt alapvetően, hiszen inkább arról lehet tudni, hogy itt Vas megyében például a bozsoki plébános is 1896-ban, meg például a pornoapáti plébános is 1912-ben, inkább amikor neszétvette, amikor rájött, hogy mit csinálnak ezek a jó embereim itt a falumban farsang alkalmával, akkor igyekezett minden áron megszüntetni, eltüntetni ezeket a hagyományokat. Hát köszönjük szépen. Azért egy étkezésről még hadd kérdezzek. Van jellegzetes étkezés ebben az időszakban, vagy jellegzetes étel? Fánk. Hát a fánk. Jó, hát igen. A klasszikus jellegzetes étel az a tojás,
a sonka a húsvéti étel? És a kolbász. Nem, nem hogy. Az, amit összegyűjtöttek a fiatalok, mert a házról házra járás arról is szólt, hogyha nem így ilyen állakodalommal gyűjtik majd össze, mert ott elárverezték a rönköt, és abból állták a cechet, ugye, mert kifizeti a cechet, hogyha közösen fogyasztunk valamit, hát a ceh fizetése, a fiatalság biztosítása, tehát az étel-itel biztosítása az ünnepség kapcsán, az úgy zajlott, hogy adományokat gyűjtöttek, tojást, sonkát, szalonnát, kalbászt, és ezt elkészít. Részben ezzel fizették ki a kocsmárost az italokkal kapcsolatban, részben pedig megsüttették maguknak a rántottát, meg a sonkát, és így tovább, és ezzel mulattak. Tehát az ital mellé ez volt a közös ételük. Arról, hogy milyen hosszú lesz a farsang idén? Nagyon hosszú lesz a farsang idén, mert... Remélem, még majd beszélgetünk is. Amilyen, ugye, aholvá kerül a húsvét, az pedig most el nem mondjuk el, mert nem arról beszélünk, ugye annak rendje szerint hátra kell curikolni 40 napot, mint tudjuk, ugye, és akkor van hamvazó szerda. Valahol március, hát miután 22-e húsvét hétfő talán. Igen, valahogy úgy. Tehát ahhoz képest akkor vissza lehet számolni, hogy milyen hosszan lesz idén. Sándor, köszönjük szépen. Hát lehet akkor farsangolni idén, hát kedves nézőink, farsangoljanak is. Mi meg egy-két ajándékkal hozzájárulunk ennek az ünnepnek a részéhez. Mondjam, hogy? Az első ajándék Horváth Niki Lélekköltő című könyve. 30-as 598-07-92-es telefonszámú, gratulálunk neki. A partiró a kölcsönző 2000 forintos utalványát nyerte. 0-23-13-17-26-os. És egy családi fürdőpark belépő két felnőtt és két gyerek részére a Körbendi Blues World Resort Termál Park felajánlásában. 30-608-00-58-eset. Gratulálunk minden nyertesnek, nagyon köszönjük, hogy most is velünk tartottak. Jövő héten is számítunk a figyelmükre, akkor is legyenek a Szombathelyi Televízióval. Nagyon boldog hétvégét boldog kívánunk. Boldog hétvégét. A műsorvezetőt a Jeans Store öltöztette. Műsorvezetőnk frizurájáról a Revitál Szépségszalon gondoskodott.